nem olyan régen volt alkalmam itt találkozni először a Szangával és Szapáttal. És volt egy délutáni beszélgetésünk, és ezután a beszélgetés után hát kért meg tulajdonképpen az apát, hogy azt, amire akkor arról beszélgettünk, akkor tegyek nektek is róla említést. És alapjaiban, ahogyan én idejöttem, az közösségi gazdálkodás, közösségi mezőgazdagság volt az alapgondolat, hogy itt van egy kert, és hogy ezt a kertet, egy ehhez hasonló kertet hoztunk létre a világban, amit közösségnek, közösségeknek egy közös felelősségvállalásos alapon indítottunk el, aminek egy olyan szellemi alap volt, egy olyan szellemi alap gondolat volt a kiinduló pontja, hogy amit megteremtünk a mindennapjainkban, ennivalót, az a saját gondolati mezőnkben, a saját szándékmezőnkben jön létre. És hát ez egy 4 éve működő gazdaság, és ennek kapcsán tulajdonképpen Groska Mihályon keresztül kaptam egy meghívást, hogy akkor nézzük meg, hogy itt mit lehetne tenni. Egy kicsit meséltem magamról is, hogy én hogyan keveredtem egyáltalán a meditáció felé, vagy a belső út felé. És olyan az életet nagyon szerető, és az élet, ha úgy tetszik, élvezeteit nagyon szerető fiatalként indultam el. És 20 pár éves koromtól kezdve, vagy hát tulajdonképpen már eléggé, már 9 éves gyerekkoromtól kezdve, nagyon vonzott minden olyan dolog, ami az extrém sportok világába, vagy a természet közeliségbe vitt bele. És hát akkor még abszolút nem tudatosan, csak az élvezeteket keresve benne, vagy csak ösztönösen próbálva ezen keresztül valamiféle jelen helyzetbe kerülni. Így aztán sok olyan élethelyzetben voltam, ami a természetben zajlott, valahol valamilyen határ mesdjén, az élet határ mesdjén, a múlt és a jövő közötti határ mesdjén zajló tevékenységek voltak ezek. Sokat voltam a levegőben, meg sokat voltam sziklafalak oldalán, meg egyéb más olyan helyeken, ahol hát nagyon a pillanatban, vagy nagyon jelen kellett lenni. És amennyit én erről tudok, azt úgy tudom, hogy a keleti filozófiák ezt extatikus útnak hívják, vagy annak is hívják, amikor egy külső eszközt használunk ahhoz, hogy a jelenbe tudjunk kerülni. Ezek a külső eszközök voltak azok, amiket ez így az extrém sport eszközein keresztül megtaláltam, és én úgy hiszem, hogy általában azok az emberek, akik ilyesmibe fognak, vagy ilyesmivel foglalkoznak, valahol, ha nem is tudatosan, de útkereső embereknek nevezhetjük őket, mert ezeken a tevékenységeken keresztül nincs más lehetőség az embernek, csak az, hogy abszolút a pillanatban az önvalóját élje meg, mert ha nem teszi, akkor veszélybe kerül, vagy akár meg is halhat. Most ez akkor persze az én életemben abszolút nem volt tudatos, olyannyira nem volt tudatos, hogy aztán később egy elég komoly betegség elkezdett eluralkodni rajtam, ami nem csak, hogy ezt a tevékenységet hát korlátozta bizonyos mértékig, hanem az egész életemet úgy tűnt, hogy nagyon determinálja. És ez a betegség a mozgással volt összefüggésben. Tehát normálisan az akadémikus gyógyászat szerint hát több mint
több mint 20 éve tolókocsiban kellene ülnöm, és ez lett volna a hivatalos formája annak az útnak, amit az akadémikus gyógyászat elém tudott tárni. Egy darabig jártam ezt az utat félve attól, hogy mit lehet tenni, de aztán átfordultam, és azt mondtam, hogy nem vállalom ezt, vagy nem ezt vállalom, azt gondolom, hogy valami mást kell tennem. És elindultam az akkor felelhető, tehát ez a durván valamivel több mint 20 évvel ezelőtt Magyarországon felelhető alternatív medicin utak felé. Ez akkor a Mazdaznan gyógyászaton keresztül, ha valaki emlékszik rá, meg az első természetgyógyászak őri ajándok és stb. Nevéhez fűződő lehetőségek voltak, amikben attól függetlenül, hogy ez egy holisztikus gondolkodásmódú gyógyítás volt, mindig megjelent az, hogy egy betegség ellen küzdünk. Mindig megjelent az, hogy vagyok én, és van egy betegség, ami valahol ott van kívül, vagy valami objektív ok. És folyamatosan ennek a szellemében zajlott minden. És ez olyan sokáig zajlott az életemben, hogy tulajdonképpen 10 évet ölelt föl. Úgyhogy még itt-ott vannak rajtam fizikai nyomok, amik emlékeztetnek arra, hogy ez mindig legyen, ez a fajta figyelem, ez a fajta belső figyelem bennem, ami elsősorban abban nyilvánult meg egy idő után, és akkor kezdett valójában a gyógyulásom elindulni, amikor elkezdtem erre a betegségre nem ellenségként tekinteni, nem egy külső lényként tekinteni rá, hanem elkezdtem, hát, ha mondhatom ezt a szót, hogy egyé válni vele. Tehát befogadtam, a részemmé tettem, egy kicsit a mesteremmé fogadtam, ha úgy tetszik, aminek hát olyan következménye is voltak, hogy tulajdonképpen, és ez nem kell senkiben, hogy együttérzést ébresszen, nehogy félreértsetek, de azt gondolom, hogy nagyon kevés a testrészem van, ami nem fájt volna nagyon. És ez ugye az egész végig ment az egész testemen, és egyetlen egy lehetőséget éreztem egy idő után azt, hogy ezekben a fájdalmakban, ebben magában, ebben a szenvedésben a testem segítségével, a testemen keresztül hát folyamatosan elkezdtem belemenni, átlényegülni vele, és ahogy ezt meg tudtam tenni, ez az eleinte nem történt tudatosan, aztán valahogyan elkezdtem erre egyre jobban tudatosanban is figyelni. Ahogy ez kezdett az életemnek a részévé válni, tulajdonképpen úgy kezdett a betegség elmúlni. Elsősorban a fizikai tüneteken lehetett észrevenni, hogy már nem olyan erősen van jelen. És nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy ugye egy ilyen típusú, egy sokizületi gyulladásról van szó, egy ilyen típusú betegséget rengetegféle módon kezelnek a millióféle gyógytártól kezdve, az akupunktúrán keresztül, a egyéb speciális étkezési szokások átállításán át, rengeteg olyan dolog. És ahogyan a betegséget elkezdtem elfogadni, és egyé tenni magamat vele, úgy kezdett egyre inkább ezeknek a különböző, hát ha úgy mondom, segédeszközöknek a jelentősége elmúlni. Ezt nem tudtam eleinte, és folyamatosan tartottam, és ezekkel a, ha úgy tetszik, gyógyszerekkel éltem, tehát holisztikus gyógyszerekkel éltem, és ezek biztos nagyon segítettek abban a pillanatban, de igazából egyik sem tudott annyira segíteni, mint maga ez a fajta tudati változás, ami idővel létrejött bennem. Olyannyira, hogy ez a tudati változás aztán ténylegesen észrevettem, hogy szükségtelenné tette azt, hogy nagyon különlegesen étkezzem, vagy pedig állandóan gyógyteákat fogyasszak, vagy X mennyiségű akupunktúrára járjak el. Úgyhogy így egyszer csak azt kell mondjam, hogy nem vettem észre, hogy mikor és hogy, de egyszer csak meggyógyultam.
Volt egy mondat, amit azon a beszélgetésünkön úgy engem nem feltétlenül ragadott meg, de a környezetemet megragadta, és ezen csodálkoztam, és azt gondoltam, hogy ezt idézem most nektek, mert végül is ennek az egész időszaknak a jellemzőjét magában hordozza. És ez a mondat úgy hangzott, hogy hát éltem hibát, és élek most is hibát hibára halmozva, és közben tanulva és bízva. És ez a utólag, ha visszatekintek, tulajdonképpen ez a filozófiája, hogy elfogadtam az összes sok-sok hibát, amit vétettem, mert próbáltam benne tanulni és bízni abban, hogy tudom a jövőben jobban vagy másképp csinálni, és nem több. Úgyhogy aztán ezen keresztül végül is az életemben egy idő után visszatért részben az extrém sportok világa is, mert újból tudtam művelni őket. Viszont visszatér, vagy megjelentek más olyan eszközök vagy tevékenységek, amik ugyanazt a tudatállapotot, amit az extrém sportok, vagy az szélsőséges élethelyzetek, akkor inkább így mondom, tudnak okozni, azt tudták az életembe ugyanúgy létrehozni vagy behozni, anélkül, hogy valami veszélyes vagy különleges módon kívül, mint eszközt használnom kellene és meg kéne élnem. És aztán ezt követően elkezdtem én is foglalkozni holisztikus terápiákkal, egy japán módszer, illetve egy amerikai módszer, egy vízi terápiával, ami egy vízben végzett dinamikus meditációról szól, ami nagyon erőteljesen a magzati létet és az ahhoz tartozó tudatállapotot próbálja megidézni az emberben. És hát ezt 4-5 éven keresztül folytattam, és végül is ez egy vízi dinamikus meditáció volt, amit csak úgy lehet folytatni, mint adófél, vagy mint terapeuta, hogy folyamatosan a pillanatban kell lenni. Mert ha abban a pillanatban, hogy én már tudom, hogy a következő 3 lépésem mi lesz, onnantól kezdve nem működik. Csak akkor működik jól, mert egy olyan nagyon szoros összhangot, vagy egy együttrezgést igényel a terapeuta és a páciens között a dolog, amivel egy egyhegyű figyelemmel kell figyeljek a társamra folyamatosan, és az ő testének, a légzésének, a egész lényének az összes rezdülésével nem kell semmit sem tegyek, csak támogassam. De ez a támogató jelenlét, ez nem tud létrejönni csak akkor, hogyha nem egy koreografált formában élem az életemet, vagy folytatom ezt a módszert, hanem meghagyom, hogy ott a pillanatban, éppen abban a pillanatban jöjjön létre valami, amit még nem tudok, hogy mi. És így pillanatról pillanatra tudok lépdelni előre. És ez már egy valójában már elkezdett egy olyan befelé fordulást, vagy egy belső utat elindítani bennem, ami aztán elvezetett végül is a meditációhoz is, mert úgy látom, vagy úgy érzem, hogy ezeket, amiket a külső eszközökön keresztül ilyes formán kerestem, lényegében a meditációban pontosan ugyanígy megtalálhatjuk. Anélkül, hogy kellenek hozzá külső eszközök, vagy esetleg újabb aktivitásokat hoznánk létre az életünkben, aminek más következményei is lehetnek. Úgyhogy összefoglalva egy teljesen külső útról, egy kívül megélt, ha úgy tetszik, akár felületes, vagy az élvezeteket kereső útról, egy betegségen keresztül egy belső út felé fordultam, vagy tudott fordítani. Szóval valami... Azért azt is el szeretném mondani, hogy én úgy gondolom, hogy így a földi létnek a lehetőségei, azok nagyon is magában hordozzák azt, hogy a földi fizikai síknak a jellemzőit, vagy a lehetőségeit tegyük itt próbára. A,
ha egy lélek emberi testben látogat el ide, akkor véhetően azért látogat el ide, hogy azokat a próbatételeket, azokat a tapasztalatokat, azokat a hullámokat, amiket elindít magából, amik visszaverődnek rá, azokon keresztül tudjon tapasztalást szerezni. Ezért én megmaradtam abban a nézőpontban, hogy próbálok egy szellemi utat is járni, de nem közben a fizikairól megfeledkezni, sőt a kettőt nagyon is egyensúlyba tartani. És ebbe beletartozhat a fizikai sík összes olyan eleme, amit itt a Földön csinálni lehet. És ebbe a szellemi is beletartozhat, és nem feltétlen szellemi is. Mert valahol ez az én saját elgondolásom erről, hogy most talán van egy olyan feladat a világban, ami vélhetően azokon a fáklya vívő embereken fog majd múlni, akik ezt követően majd viszik a fáklyát, hogy újból ezek a minőségek össze tudjanak találkozni. Ne képződjön az, hogy egy szellemi ember abszolút csak is és kizárólag talán a szellemi síkon tud működni, és a társadalom fizikai síkját működtető emberek meg csak is és kizárólag a fizikai síkon tudjanak működni. Kicsit talán a kereszténység is ezt erősíthette bennünk, vagy mondjuk inkább akkor úgy fogalmazom, hogy talán az egyház, de nem vagyok benne biztos, nem akarok semmit sem ezáltal kizárni, vagy valamilyen hát kritikával illetni, de hogy megfogalmazódott bennünk egy olyan üzenet, hogy ha a fizikai síkon jól működöm, akkor nem működhetek jól a szellemin, és fordítva, mert a szellemi ember mindenképpen maximális lemondással kell, hogy együtt járjon, a fizikai síkon működő ember pedig nem lehet szellemi, mert akkor viszont hát nem, ő nem valósít meg bizonyos minőségeket. Úgyhogy én arra próbálok törekedni az életemben, hogy ezt a kettőt valahogy megpróbáljam összeintegrálni. Hogy ezek a minőségek, ezek egyszerre tudjanak jól működni bennem. És ebben az igazság, hogy még nem tartok sehol. Úgyhogy köszönöm nektek. Mi is köszönjük, Bence. Én megkérlek, hogy a pillanat koreográfiájához szia, most maradj ott egy picikért. És akinek kérdése van esetleg az elhangzottakkal kapcsolatban, az most Bencét kérdezze meg. Köszönjük a számolót erről az érdekes gyógyulásról. És egy kicsit lehet, hogy én arról érdeklődnék, hogy ez a betegség elfogadását egy kicsit részleteznéd, hogy milyen módszer az, amit te észrevettél, hogy sikeres volt ennek a, úgymond magadhoz idomítani ezt a, mi úgy tudjuk, hogy veszélyes betegséget. Tehát mi az a módszer neki egy picit esetleg, amit te alkalmaztál? Nagyon nehéz rá egy módszertant leírni. Én azt gondolom, hogy ebben mindig biztos, hogy mindenkinek egy saját útja van benne, hogy őt mi vezeti erre. Nagyon erős volt a kényszer. Nem volt más lehetőségem. Semmi nem működött már. Hát ott vagy egy testben, ami akár merre mozdulsz, mindig fáj. Nem teljesíti, amit tenni szeretnél. Nem tudsz vele mozdulni úgy, ahogy szeretnéd. És ez hol rosszabb, hol jobb, de van, hogy éppenséggel egy autóból kiszállni is borzalmasan nehéz, és nagyon fájdalmas dolog. Meg lehetne szüntetni néhány nap alatt a tüneteket, viszont annak meg olyan következményei vannak, amiket nem szeretnél az életedbe integrálni. Mert beláthatóan nagyon rossz következményei vannak. Ebben a formában olyan erős a kényszer, hogy nem volt más lehetőségem, csak ez az egy.
de nagyon nehezen tudok neked egy módszert leírni, hogy mit tettem egyik pillanatra a másikra. Ez egy hosszú folyamat volt, amiben nagyon pici, apró kis lépésenként mindig egy picit közelebb kerültem önmagamhoz ebben. És mindig egy kicsit közelebb kerültem abba, hogy elfogadjam. Voltak pillanatok, amikor nagy ugrások jöttek létre, és akkor úgy valahogy sokkal jobban tudatosodott valami. Emlékszem, hogy volt egy pillanat, amikor tudatosodott az, hogy egész egyszerűen el kell fogadjam, hogy fáj, és engedjem meg, hogy fáj. Ha például ezt módszernek vehetjük, akkor ez lehet egy módszer. Elkezdtem megengedni magamnak, hogy fáj. Elkezdtem hagyni, hogy a fájdalom és én egyé váljunk. Például. Te most egy fizikai betegségről beszéltél, ugye, ami nálad volt, és nem tudom, hogy mennyire vagy benne, hogy ez a mentális betegségekre hogy működik ez az elfogadás, mert én valahogy én nem tudom elfogadni. Tehát a mentális betegségek, ugye az nem a pánikbetegség, ezek, hogy ezeket ugyanúgy el lehet fogadni, ugyanúgy van rá gyógyszer, gondolom nincs, de valami. Hogy mi a különbség a kettő között? Az, hogy én erről a betegségről, mint fizikai jelenségről beszéltem elsősorban, az nem azt jelenti, hogy ez nem legalább annyira egy mentális probléma is. Természetesen ez összefügg. Tehát megtalálhatóak az én személyiségemben azok a akár megszerzett, akár alap személyiség, determinált személyiség vonások, amik vélhetően ebbe az irányba irányították az én személyiségemet, aminek lett egy ilyen fizikai jele is. Én nem tudom ezeket a betegségeket magam részéről annyira szétválasztani, hogy mi az, ami mentális, mi az, ami fizikai. Ami mentálisan megjelenik, egy idő után fizikai is lesz belőle, ha nem kezdünk vele valamit, azt gondolom. Akkor onnantól kezdve már fizikainak nevezzük. Én nem kezdtem az enyémmel semmit, vélhetően, észre sem vettem. Aztán lett belőle egy fizikai probléma, amikor már nagyon szükség volt, hogy az utamat így terelgessem. De mind a mellett én, nekem az a tapasztalatom, hogy az, hogy elfogadni azt, ami van első lépésként, az, hogy nem harcolni ellene, az független attól, hogy most egy fizikai fájdalmon keresztül élem ezt meg, vagy mondjuk például pánik jelenségeken keresztül. Talán pont a pánikbetegségre az egyik ilyen hasonló módszer lehet, hogy elfogadni azt, hogy most pánik van. Például. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyiben segített hozzá az utat, mennyiben könnyítette meg az utad járását a körülötted lévő embereknek a segítsége, vagy volt-e ilyen esetleg, vagy hogy viszonyultak a környezetedben lévő emberek ehhez a váltáshoz? Nagyon érdekes a kérdés, és köszönöm szépen. Mert akkor úgy éreztem, hogy mindenki, aki segíteni próbál ebben, az nagyon jó, hogy segít. És úgy éreztem, hogy aki nem segített, vagy nem annyira szeretett volna ebben részt venni, nem támogatott benne annyira, hogy ők viszont vélhetően akkor engem nem kedvelnek, vagy akár még bántanak is. Aztán föltettem magamnak a kérdést, hogy miért jó nekem az, hogy én ilyen betegséget művelek világban. Kinek a figyelmét szeretném magamra szögezni általa, mit szeretnék rajta keresztül megkapni, stb. Akkor ezen keresztül már fordult a kocka,
és elkezdtem hálásnak lenni azoknak, akik nem feltétlenül segítettek. És akik segítettek azoknak, nem mondom azt, hogy velük szemben hálátlan lennék, mert ők úgy jártak el, ahogyan el kell járni. De igazából nem az volt a jó út, hogy mindenképpen segítsenek. De nagy hálával tartozom egyébként azoknak a gyógyítóknak, akiknél jártam, és akik a teljes tudásukat és lényüket akkor abban a pillanatban, amit az én fellelhető rétegeim lehetővé tettek, azokban tudtak segíteni. Még annyit hagyjézek meg, hogy az is nagyon érdekes tapasztalat, hogy persze ilyen gyógyítóról, meg gyógyítóra módszerre járkáltam, és semmi nem működött. Aztán voltak, amiről azt gondoltam, hogy működött, hogy valami, nem tudom, hogy az előtte felhalmozott bizonyos mennyiségű gyógyerő, aztán valakinél éppen ott ért be az utolsó csepp, és akkor fordult át valami, vagy ott tudatosult valami, ezt nem lehet meg. Éppen ezért nem is vagyok semmilyen módszernek a híve, hogy ez működik, vagy az működik, vagy ilyen típusú segítség, vagy olyan típusú segítség, mert elképzelésem sincs róla, hogy valójában melyik, hogyan, miként segített. Akkor én az extrém sportokról szeretnélek kérdezni, hogy ha jól értettem, akkor azt mondtad, hogy még most is csinálod ezeket, ugye? Nem annyira aktívan, de igen. Na, ez lett volna a kérdés, hogy az extrém sportokhoz változott-e a viszonyod? Persze. Az extrém sport, vagy inkább akkor nem használom az extrém sport fogalmat, mert ez attól sokkal az embernek egy sokkal elemibb minősége. Az, hogy a férfi minőség leginkább talán magával hoz egy olyan lehetőséget, hogy az életünknek szélsőséges helyzeteiben hát éljük meg úgymond ezt a pillanatot. Most ha archaikus gondolkodásmódban, akkor biztos régen a vadászat vagy a harcok hozták meg ezt a világot, vagy ezt az utat azoknak az embereknek, akik ezen keresztül akartak tapasztalni. Minden olyan tevékenység, ahol így a határmesdjén mozgunk, ha úgy tetszik, az élet és a halál határmesdjén sokszorta, vagy legalábbis a veszélyeknek a határmesdjén, ami nagyon erőteljesen belehelyez a pillanatba, egy nagyon extatikus tudatállapotot okoz, amit ha nem vagyunk benne tudatosak, akkor egy extrém sport kedvelő, vagy aki erre ráérzett, akkor ő folyamatosan ezt keresni fogja. Meg kell mondjam őszintén, hogy mondjuk egy alpesi 4 Celsius fokos vadvízi folyóban evezni, ahol az ember 3 vagy 2 percenként nekiütődik egy sziklának, majd felborul, és iszonyatosan hideg van. Senki nem tudja nekem ezt megmondani, hogy ez jó. Ez önmagában véve nem jó. Ez így bolondság. Az jó, amilyen tudatállapotban vagyok közben. És ha ehhez a tudatállapothoz tudatosan másképp, más eszközökkel jutok hozzá, vagy teszem magamévá, akkor nem leszek rabja már adott esetben az extrém sportoknak. Most is szeretem, most már nem evezek vadvízi folyóban feltétlenül, de vannak olyan tevékenységek, amit magáért, a tevékenység élvezetért nagyon szívesen folytatok, de tudom azt, hogy ezt a tudatállapotot máshogyan is, még az is lehet, hogy sokkal nagyobb sikerre el tudom érni. Úgyhogy ez a fajta függő viszony, ez megszűnt. És sikerült-e függetleníteni magadat a félelemtől, attól, hogy ez esetleg visszatér az életedbe? Hogy ez eszedbe szokott-e jutni, vagy ezen már túl tudtad magadat tenni? Hát azt a szót használtam, hogy meggyógyultam. És én így tekintek saját magamra. Azért valamennyire minimális mértékben azért jelen van
időnként ez a betegség, hogyha olyan az időjárási viszonyok, vagy ha nagyon-nagyon megerőltetem magam, vagy valami ilyesmi. Tehát ez egy picit még jelez, hogy szó nincs arról, hogy én egy megoldott ember lennék. A másik része az, hogy félek-e tőle, hogy visszatér. Nem félek tőle, hogy visszatér, mert befogadtam, ha úgy tetszik. Tehát nehéz rá jó szavakat használni, de megbékéltem vele. Már nem az ellenségem, nincs tőle félni való. Amikor úgy érzem, hogy az ízületeim nem annyira tökéletesek, akkor elkezdek keresni magamban. És valahol van egyfajta kicsi hála is benne, hogy időnként megjelenik és jelez. És ennek már lett egy gyakorlata az életemben, hogyan tudok olyankor működni, vagy jobban működni, vagy hogyan tudok olyankor keresni. Tehát olyan fajta félelem, hogy akkor ez most Úristen visszajön az életembe, és akkor mi lesz, ilyen nincs. De volt. Én konkrétan ezt a keresést szeretném, hogyha mélyebben elmagyaráznád. Tehát teljesen hasonló cipőben vagyok, mint te. És érdekelne, hogy milyen szinteken és hogyan dolgozol a keresésnél. Nincsenek olyan megírt módszereim, amik jól láthatóak lennének olyan formában, hogy neked tudjak adni hozzá egy olyan receptet, amit meg tudsz valósítani az életedben. Van egy azon a fajta a zen meditáción kívül vannak olyan belső utas eszközök, amiket alkalmazok, amik a imaginációtól kezdve különböző rálátás a saját életemre, stb. Ezek egyébként elsajátítható és megtanulható módszerek, nem az én titkam, hanem most már csak ki kell választani a valamelyik spirituális könyvesbolt, könyvesportszám millió lehetőség van, és aztból úgyis egy olyat alakítasz ki magadnak majd, ami a tied, ami csak a tied, abból ki tudsz szövegetni. Tehát ha a keresés eszközét keresed akkor, vagy kérdezed, akkor valami ilyesmi. Ha magát a keresést kérdezed, akkor az egy, nem tudok mást mondani rá, mint az, hogy viszem magamat, próbálom minél inkább magamat a jelenbe beletenni. A jelen létbe beletenni. És azon keresztül nehezen tudom neked még megmondani, mert nem tartok ott az életemben, hogy ezt olyan minőségre formáltam volna, hogy annyira jól át tudjam adni, hogy te mint egy eszközt a zsebedbe betted és hazavitt. De a jelenlétet próbálom minél inkább megvalósítani az életembe, és ezen keresztül változik valami bennem olyankor. Hogy pontosan ez mi, az sajnos nem tudom megmondani. Elmondtad, Bence, hogy egy idő óta, tehát mióta ezek a változások lezajlottak benned, máshogy viszonyulsz az extrém sportokhoz, és ugyanazt a tudatállapotot, amit korábban csak ezekkel tudtál megtapasztalni, most már ezekkel tudatosan tapasztalod meg, és esetleg vannak más módszerek is, amivel talán még intenzívebben, vagy még inkább megtapasztalod. Ez az, amit mondtál. Kérdésem az, hogy bár nincs jelen most már a ragaszkodás az extrém sportokhoz, az ehhez való tudatállapothoz való ragaszkodást az észreved-e magadon? Köszönöm, jó a kérdés. Um,
Ragaszkodásként talán nem. Tehát olyan ragaszkodásként, mint ahogy az extrém sportokhoz ragaszkodtam, és az ott megélhető tudatállapotokhoz. Olyan erősen talán nem, mondanám. De maga ennek a tudatállapotnak a keresése, vagy az erre való belső igény, az van. Annyiszor emlegettük ezt a pillanatot, én arra lennék kíváncsi, hogy hogy érzed magad ezen az elvonuláson? Hát egyrésztről nagyon most, hogy itt vagyok, és ennyi figyelem egyrésztről rám hárul. Ez engem egy kicsit azért, hát mondjuk úgy, hogy meglepett, vagy én nem gondoltam, hogy ezt a figyelmet fogjátok az én történetemnek szentelni, és nem is gondolom ezt a történetet, olyan nem tudom mennyire különlegesnek, szerintem ez egy teljesen kaptafa történet. Itt az elvonulás, ez egy számomra egy olyan a varázslat szó jutott az eszembe egyébként, nem az az igazán jó szó ide, de mégis egy olyan világ, ahova valójában ilyen típusú elvonuláson én ez idáig még nem voltam. És az a folyamatos jelenlét, amit minden része az elvonulásnak, tehát nem csak a meditációról beszélek, hanem az összes maga az összes cselekvés, amit végzünk, és ahogyan ez hozzásegít ehhez a folyamatos jelenléthez, ez ami számomra nagyon sokat mondó, és egy nagyon, nagyon pozitív tapasztalat. Megköszönjük Bencének a varázslatot, hogy ezt a gyönyörűséget elmondta, és akkor folytatjuk az unalmasabb részsel.